Jó estét kívánok! Ez a Kommentárklub az m televíziós folyóirata, amelyhez a kommentár munkatársai szolgáltatják a szellemi muníciót. Mai adásunkban utána járunk, hogy hogyan próbálnak beavatkozni a magyar belpolitikai folyamatokba a médián keresztül, valamint szó lesz az utcai politizálásról is. Tartsanak velünk! A globalista progresszív külföldi szereplők pénzt és időt nem kímélve támogatják a Magyarországon tevékenykedő médiumokat. De miért a média a leghatékonyabb eszköze egy ország belügyeibe való beavatkozásnak? Ennek járt utána a kolléganőm Jánbor Flóra. Mindenki megérdemli a megbízható híreket és információkat. Az internyúznál mi a független médiát támogatjuk. Így jellemzi magát bemutatkozó videójában az Internews nevű nemzetközi hírportál. A függetlenség leple azonban hamar lehullik, amint a támogatók fűre kattintunk. A listában a többi között szerepel a Soros Györgyféle Open Society Foundation, de a Rockefeller család számos tagja, illetve különböző tech óriások, mint a Google vagy a Facebook is. Az Internews weboldalán az utóbbi időben több álláshirdetés is megjelent, ami szerint a csoport budapesti székhelyű projektjéhez keres munkatársakat. Ide telepítenek egy olyan szervezetet, egy olyan médiacentert, ami, ami amerikai nagytőkések pénzéből működik, kiegészítve az amerikai adminisztrációval, ez már azt nagyon komoly beavatkozási kísérletnek számít. Bohár Dániel szerint az Internews budapesti fiókja azt jelzi, hogy új fordulatszámra kapcsolt az amerikai globalista elit. Rájöttek arra, hogy itt már nem bízzák a véletlenre a dolgokat, hanem ők maguk jönnek ide és kézbeveszik az irányítást, és hát valószínűleg ez lehet a célja, hogy megértem őket, tehát 12 éve egy csomó pénzt investálnak a baloldali sajtóba, a baloldali politikába, a baloldali NGO hálózatba, és látszatja igazából nem nagyon történik. Közvetlenül a magyar parlamenti választások előtt jött létre például az a LAKMUS nevű tényellenőrző portál, aminek a kiadója ugyanaz, mint aki a 444.hu-t is kiadja. A lakmus elindulását az Európai Bizottság 120 millió forinttal támogatta. Ha valakit külföldről támogatnak, akkor az, akit külföldről támogattak, az ugye milyen érdekeket fog szolgálni. A jogunk van tudni nekünk választópolgároknak, hogy azok, akik informálnak minket, azok milyen keretrendszerben, milyen finanszírozásban, milyen értékekkel dolgoznak. Ezt már a Transparens Újságírásért Alapítvány menedzsere mondja. Nagy Károly szerint nem az a baj, hogy pályázatok útján pénzügyi támogatáshoz juthatnak bizonyos sajtóorgánumok, hanem az, hogy ezek a pályázatok nem átláthatók. Itt sokszor nem lehet tudni, melyik médium honnan kapja a finanszírozást. Jól tenni a, az újságíró is, vagy a bizony felvállalna, hogy hogy, hogy ők ilyen pénzből, ilyen értékek mentén egyetértenek ezekkel a célokkal, amit az adott esetben a finanszírozás meghatároz, és, és, és ők ezt e szerint végzik a munkájukat. És akkor eldönthetjük, hogy ez szimpatikus nekünk, vagy nem szimpatikus, de mindenképpen ez transzparens. Nem véletlen azonban, hogy azok, akik külföldről akarják befolyásolni a belpolitikai folyamatokat, a média eszközéhez nyúlnak. Itt a legkönnyebb ugyanis megkerülni az átláthatósági szabályozásokat, erről beszélt Pindrok Tamás. Aki mondjuk fizet, az lehet, hogy kér is ezért valamit. de egyébként lehet, hogy nem is kell kérnie semmit, mert maga a média beállítottsága az pont a megfelelő erre, hogy ezt a pénzt megkapja, és mondjuk ellenzéki propagandát, ellenzéki célokat szolgáljon a létezésével. Az elemző szerint beszélni kell a bal liberális portálok finanszírozási hátteréről, hogy az olvasókban kialakuljon egy reflex, hogy az ott található híreket ennek tudatában kezeljék. Vendégeim ma este Békés Márton történész, a kommentár főszerkesztője, Gíró Szász András politikai tanácsadó, Jó estét. Fritz Tamás, az Alapjókikért Központ politológusa. Jó estét. És Horváth József, biztonságpolitikai szakértő. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok nektek, szervusztok. Na hát azt mondja, hogy Sorosféle nyíltásról alapítvány, Rockefeller alapítvány, Biden kormányzat, és nem csak Magyarországon hozzák létre ezt a szervezetet, hanem egyébként Örményországon, Ukrajnában, Romániában, Lengyelországban is. Miért vagyunk ennyire fontosak? Szerintem legalábbis én azt javaslom, hogy abból a kiinduló pontból indulunk ki, hogy, hogy nem akarunk naívak lenni. Tehát a, amióta világ a világ, amióta a történelmet legalább valamilyen szinten ismerjük, mindig törekedtek befolyásolni országok, más országban lévő történéseket, csoportok, más csoportokat. Tehát ez a befolyásolás, ez egy majdnem, hogy azt mondom, hogy emberi tulajdonság, vagy legalábbis velünk él a történelmünkbe. A probléma szerintem inkább az, hogy, hogy vizet prédikálnak és bort isznak. tehát állandóan ö, ilyen típusú befolyásolással vádolnak meg ö, politikai csoportokat, országokat, közösségeket, miközben ők csinálják. Mintha ez is egy ébeződes módszer lenne, hát, nem? Persze, vádolt meg is, tehát hihetővé, hogy ő az és nem te vagy, abszolút. És ebből adódóan lassan azt, azt érzékeljük, hogy nem az van, hogy ők is befolyásolni akarnak, más is befolyásolni akarnak, hanem ők úgy akarnak befolyásolni, hogy egyben kinevezték a zsűrinek is, és megmondják azt, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele, mi az, amiről lehet beszélni, mi az, amiről nem lehet beszélni. Én azt hiszem, hogy teljesen így van. Szóval egy kicsit ugye most a médiáról beszélünk elsősorban, és igen. ez az nagyon sok minden területre összefügg, de most koncentrálunk a médiában való változásokra, mert tényleg komoly változások történtek. Én onnan indulnék, hogy volt egy ilyen kegyelmi pillanat a média az újságírás számára, ez a hidegháború volt megítélésem szerint, amikor a nyugati demokráciákban, tehát Nyugat-Európában, illetve a nyugati világban valóban volt, létezett egy sajtószabadság, egy, egy valóság bemutatási törekvés, mert mindenképpen a komparatív előnyt akarta mutatni a, a sajtó és a média, illetve az amerikai és a nyugati, nyugat-európai demokráciák, hogy mi százszor jobbak vagyunk, mint a Szovjetunió, ahol aztán végkért nincsen média és sajtószabadság. De ezen a kegyelmi pillanaton sajnos messze túl vagyunk, ez a kegyelmi pillanat volt, vagy kegyelmi évtizedek, amikor a CNN-ről, meg a BBC-ről úgy beszéltünk, hogy van, egy csodálatos az igazság legfőbb fórumairól, ahol aztán tényleg a totális objektív tájékoztatás zajlik. Na most ettől sajnos nagyon messzire kerültünk, és itt érdekes mondani, hogy két, két szakasz különbözhetek meg, a, ugye a hidegháború után az utóbbi 30 évben létrejött az állapot, amikor a sajtómunkások, az újságírók egyre inkább egy pártnak a propagandistáivá váltak adott esetben, vagy egy tulajdonos, tulajdonosi körnek a propagandistáivá, most van már egy ilyen harmadik szakasz, ami, ami most a legkeményebbnek érzek, hogy igazából már ö, a médiumok nagyon sokszor egész egyszerűen politikai eszközök, politikai aktorokká váltak. Tehát nem pusztán már egy propagandát folytatnak, hanem befolyásolnak, formálnak, amire utalt András is alakítják a tematikákat, belépnek a politikába, tehát tulajdonképpen már nem politikán kívüli, ez lenne az alapfunkciójuk, ettől hogy olyan messzire estünk, hogy a balliberális, fősodratú médiumok kifejezetten politikai eszközként működnek, és erről egyébként nagyon sokan már árulkodó mondatokat mondtak az elmúlt mondjuk öt-tíz évben, és felírtam magának például, hogy 2017-ben Zsezsinsky lánya egy bizonyos Mika Zseszinszki, aki a MSCBC műsorvezetője volt, 17-ben azt mondta egy műsorban, hogy neki nagyon nem tetszik az, hogy Donald Trump akarja itt megszabni a gondolatokat, meg hogy hogyan gondolkoznak az emberek, és azt mondta, hogy ez a mi feladatunk. Tehát ez nem más feladata, ez a mi feladatunk vagy egy Richard Szabárt nevű ő volt CBS-es igazgató, az meg azt fogalmazta meg, hogy azt adjuk az embereket, amit mi fontosnak tartunk elmondani nekik. És akkor már nem is akarom mondani, biztos emlékeztek rá, hogy Charlie Chester, a CNN-nek, a műszaki igazgatójának elkapták egy beszélgetését. Egy Hány éve, igen. É 20, Egyben egyébként, már a választások után, miután már Én. Trump elvesztette a választásokat, akkor tavasszal ilyen egy hölgynek udvarolt egy presszóban, és akkor akkor beszélt arról, hogy hát eszünk Gábor, sem volt objektíven tájékoztatni, nekünk egy célunk van, hogy Trump veszítsen, és Biden nyerjen. És ennek érdekében tettünk meg mindent. Tehát az utóbbi 5-10 évben történt meg ez az iszonyatos fordulat, hogy az úgynevezett mainstream, balliberális, globalista média egész egyszerűen vindikálta magának a jogot arra, hogy meghatározza, hogy hogyan gondolkoznak az emberek, meghatározza a témákat, befolyásolja az embereket, és lényegében véve ebbe a körbe szorítsa bele tulajdonképpen a, a közvéleményt. Hát azt hiszem, hogy a Józsinak a területére fogok illetéktelenkedni, de csak egy picikét, mert mintha itt valami aszimetrikus háború lenne, utaltál már ezekre a megtévesztésekre, amik ezredévesek, hát Szunce óta ezeket azért jól ismerjük, egy álcázott, nem állami típusú befolyásszerzés zajlik Magyarországon, egyébként jó ideje, amely a demokratikusan megválasztott kormány hitelességét rombolja. Ez a rombolási munka beszivárgása kezdődik, megtelepedéssel folytatódik, és amikor döntő pontra ér az ütközet, akkor át lehet billenteni. Tekintély rombolása korrupciós vádakkal indul, érdemes egyébként a most fel nem sorolandó ellenzéki vagy progresszív médiák címlapjait megnézni. Amikor rossz hírt tálalnak, közölnek, azt a miniszterelnök képével adják el, rendszeresek a külföldi kormány bukásokról való beszámolások során olyan kép használata, hogy az éppen külföldön megbukott miniszterelnök a magyar miniszterelnökkel fog kezet, például sugalva ezzel, az eljövendő sorsát. Ez egy, ez egy asztal alatt zajló, vagy radar alatt zajló küzdelem, és hogy ne beszéljek a levegőbe, tíz média terméknek a, a, háttértámogatóit támogatóit néztem meg, ezeket természetesen nem én kutatom ki, hanem a honlapjukon megnézem, hogy ők mit vallanak be. A tíz Média termék közül az egyik, például a német közszolgálati csatorna magyar adása, súlyosan egy Deutsche welle van szó, szóval súlyosan elfogult, egyenesen magyar ellenes. anyagokkal az RTL klub, ami szintén német tulajdonban van, az alaptörvény elleni vizuális kódokkal játszik. Ezeknek a, a tíz média termék háttértámogatójának a felében megjelenik a Soros Alapítvány, mint nemzetközi, NGO, több a Rockefeller Foundation, és nagyon érdekes, hogy az oknyomozó portálok, hármat néztem meg, ezeknek a legtöbb támogatója valamilyen skandináv vagy holland alapítványhoz köthető, az újabb szervezetek, sajtószervezetek, Telex és Partizán az egyenesen az Egyesült Államok nagykövetségétől, vagy éppen az Egyesült Államok kongresszusának kiszervezett frontorganizációján keresztül nyeri a finanszírozást. Ezzel arra akarok utalni, hogy te is a beszélgetést végig is egy geopolitikai állásponttal kezdted. Magyarország a transatlanti elit számára a dél európai régióhoz tartozik, és az itteni kormányellenes tevékenység hírszerzési vagy civil hírszerzési tevékenység, én úgy hívom, hogy média hadviselés, az észak-európai és amerikai forrásokból érkezik. Azt gondolom, hogy ennél a pontnál, ahol most tartok itt az értelmiségi beszéd helyett, szerintem a, az elhárításnak van már szerepe. Hát akkor felvezetted. <laughs> Így adom át a szót. Hát, köszönöm. Igazán köszönöm. É, amit idáig elhangzott, én egy fél gondolata tovább lépni. Én azt gondolom, hogy a média az a rendszerváltozás előtt is már, még a hidegháború időszakában valóban egy fegyver volt, de még nem volt önálló fegyver. Tehát ugye például Szabad Európa Rádió, ha elolvassuk a visszaemlékezéseket, tudjuk, hogy a CIA kőkeményen instruálja, hogy milyen információkkal kell föllazítani, bomlasztani, befolyásolni a vasfüggöny mögött élő országokat. Ami teljesen természetes, mindenki teszi a dolgát. Ugyanakkor a rendszerváltozás után szerintem már nem az, hogy ö, egy fegyver volt, hanem önálló fegyver mi vált, ami már adott esetben a politikai szereplőknek a helyét veszi át főleg olyan helyeken, ahol nem találják meg azokat a politikai aktorokat, akik alkalmasak lennének a kiszemelt szerepkörre, vagy mert tehetségtelenek, vagy mert nem elég képzettek, vagy emberileg nem eléggé felelnek meg az elvárásoknak. Tehát áthelyeződik a súlypont a médiának a világára, és ha ezt megnézzük a és önálló fegyvernemként, önálló politikai tényezőként, akkor eh, már látjuk azt, hogy amit már te is mondtál, hogy eh, például a fotókkal a magyar miniszterelnök és a bukott eh, más országok miniszterelnökei közti sugalmazásokkal. Ugye itt jól nyomon követhető az, hogy, hogy Első körben hogy akarnak ezek a médiák egy diszkomfortérzést kelteni a társadalomban, egy rossz hangulatot fölépíteni, hogy itt minden rosszul megy, szörnyűek a viszonyok, nincs demokrácia, elnyomnak kisebbségeket, és még sorolhatjuk ezeket a paneleket, amiket, hogyha jól összeraknak, akkor föl lehet építeni az emberekben, és erre is láttunk már példákat mondjuk 2010 után, amik azt mondják, hogy, hogy egy dühöt generálni, és a dühöt, hogyha generálják például internet adó, akkor az hogy lehet fókuszálni és egy célpontra, mint egy lézert irányítani, és akkor ők már képesek arra, hogy megszervezni és az utcára kivinni embereket, és a politikai pártok, az ellenzéki politikai pártok már kimaradnak ebből, nem osztanak nekik lapot, hanem kimondottan ezeken az eszközökön keresztül képesek mobilizálni. Ezért mondom én azt, hogy már önállósult úgy fegyvernem, amelyik önmozgásra képes már. Hát a... A a annyiból talán, hogy önállósult, így van, teljesen egyetértek, de ott van mögötte az az érdek, az a tulajdonosi érdek és politikai érdek, amelyik viszont... A hát külföldről az egyértelmű, igen. Persze, tehát természet, természetesen meghatározott célok érdekében igen. lépnek fel, önállósuló borbot, de mégse teljesen önálló. Persze. Igen, de az nem egy, abban a szempontból, politikaiak nem, egy, politikai nem legitim érdek, hiszen nem az adott ország választói választották azt az érdeket, képviselőt, hanem hanem egyszerűen csak a hatalmánál, a gazdasági befolyásolásánál fogva kerül oda. Ez annyira így van, amiről beszéltek, hogy most annélkül, hogy konkrét nevet mondanék, az elmúlt években többször előfordult, akár osztrák, akár német vezető politikusok, amikor látogatást tettek Magyarországon, és nem is mindig jobboldaliak, hogy háttérben informálisan elmondták, akár a migrációval, akár a gyermekvédelemmel, akár adott esetben a háborúval való, vagy az energiapolitikával való kérdéskörben, hogy igazatok van, nagyon drukkolunk, de nem merem kamerára előtt elmondani, hogy másnap a saját országom sajtója de. ízekre szed, és vége a politikai karrieremnek. Tehát ebből, ha nem is tudsz az szám, de ez egy kezem kevés lenne, hogy Ami elhangzott erről a pokolbél a réges régi megállapítása jut eszembe a média a negyedik hatalmi ág, ugye ez tőle közismert ez a ez a mondat, ami azért mégiscsak azt jelenti, amit András is mond, hogy itt a szuverenitásnak olyan kikezdéséről van szó, amit, amit kiszerveznek külföldi tőkéből, alapítványokon keresztül finanszírozott helyi erőknek, és hogy ezek a helyi erők aztán hogy dolgoznak arra, egy egészen nevetséges példát szeretnék hozni, ugye itt az elmúlt időben több választás is volt egészen pontosan, talán a olaszok kezdték, volt egy Dán választás, Brazília és Izrael, hát különböző színezetű pártok nyertek, elég érdekes volt a felhozatal és nézegettem, hogy a, a progresszív irányzatú magyar, magyarországi média erről, hogy tudósított a brazil választásokat sikerült úgy tálalni, és itt a tálalás szó, meg a tematizáció, sőt a keretezés szó az nagyon fontos, megbukott Orbán szövetségese Brazíliában. Tehát arról, arról van szó, hogy Bolsonaro elnököt, aki hát egy elég érdekes színfolt volt Latin Amerikában, Lula egy korábbi korrupcióval vádolt baloldali jelölt le tudta, volt elnök le tudta győzni, Amely Lula elnöknek egyébként a, a háborúval kapcsolatos felfogása egészen közel áll a magyar kormány felfogásához, de mégis arról van szó, hogy megbukott Orbán szövetségese. Vagyis az Orbán világ, a, 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 a magyar jobboldal világ a bukóban van világszerte, sugalmazza és üzenéhez. Aztán, amikor Netanyahu, győzelmet arat Izraelben, akkor a címlapok nem azt mondják, ugyanezek, ugyanezen sajtóorganumok címlapja, hogy győzött Netanyahu, Orbán az, az barátja. Orbán barátja győzött, hanem győzött az izraeli szélső jobb. Tehát itt már rögtön izraeli nácikat vizionálunk, hiszen a szélső jobb az náci, kivéve, hogyha ez egy valódi ukrán náci, hiszen akkor, akkor meg van bocsátva a napkereszt és nem tudom az SS jelvény. Tehát a, a külföldi ügyek hazai terítése, tematizációja, áthangolása egészen humoros, hogyha kedvünk lenne viccelni, hiszen itt a magyar társadalom félretájékoztatásáról van szó. Na, de erre vár nagyon jó, hogy mondjam, ellesett pillanataink vannak valóban ennek a bizonyítására, amit a Marci is mond. Emlékeztek talán, hogy nemrég Andrej Andrei Noskó nevezető úriember, aki a hát végeredményben a, a Soros Alapítványnak egy ilyen igazgatója volt, az egy ilyen rejtett felvétel, ami kikerült, elmondta azt, hogy hát Magyarországgal és Lengyelországgal szemben egy nagyon határozott sajtótámadást kell indítani, ezt tudatosan csináljuk, ez, ez abszolút, abszolút nem véletlen, és hogyha, még azt is hozzátette, ami hát különösen döbbenetes, hogy azt mondta Leszkó, hogy ha egy szocialista kormány lenne Magyarországon, akkor természetesen ezeket, abba hagynánk ezeket a támadásokat. És ugye ez, ez egy soros bekötöttségű személy. A másik, aki Dalibor Rohács, egyébként a, aki az American Enterprise Institute-nak volt a vezetője, aki szintén arról beszélt, hogy, hogy és itt már bejönnek az, az összefüggések, a hálózati összefüggések, hogy Brüsszel, tehát az Európai Unió, Tudatosan kettős mércét használ. Tehát ő ezt, ezt kimondta ebben, ebben a beszélgetésben, hogy itt egy kettős mérce van, természetesen másképp visszajönnek Magyarországhoz és Lengyelországhoz, mint azokhoz az országokhoz, közép- és kelet-európai tagállamokhoz, akik beállnak a sorba, vagy igyekeznek legalábbis beállni a sorba. Tehát tulajdonképpen itt vannak ezek a nyilatkozatok, amelyek azt mutatják, hogy, 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 hogy teljesen egyértelmű a szándék vagy még Kálmán Mátyást is mondhatnám, aki a 24.hu meg a, az index.hu-nak volt az újságíró, aki elmondta, hogy felkérnek külföldi újságok, felkértek pénzért természetesen, hogy rosszakat írjon az Orbán kormányról. Tehát azt gondolom, hogy itt vannak előttünk ezek az egyértelmű fekete-fehér bizonyítékok, hogy tehát itt a kapcsolat ugye egyrészt a tulajdonosi rendszer, ami, egy, ami visz, elvezet bennünket a globális elithez, tehát a Soros Györgyékhez és a, és a többi globális pénzügyi elit részvevőhöz, akár a Davoszi elitig. Másrészt ott van az EU, amelyik ehhez hozzá kapcsolódik. Brüsszel valamilyen módon alárendeli magát ezeknek a szándékoknak, és, az, és akkor itt vannak az NGO-k világa, akiket pénzzelnek, és itt vannak ezek az urak, akik ezt irányítják, és ezek után ezek a lefizetett újságírók tulajdonképpen teszik a dolgokat. Nem is biztos, hogy, hogy, hogy talán ők elkötelezettek ebbe az irányba. Ez vagy igen, vagy nem. De, de ugye van az a pénz, amiért ezeket az újságírókat meg tudják venni, és ennek megfelelően működnek és tevékenykednek. És ugye, hogy visszatérjek ahhoz, amit az elején mondtál, András, függetlennek nevezik magukat. Igen. Hát erről azért érdemes egy pár a, szót váltanunk a, a, a függetlenségről. Most hogy azt a kifejezést használja, hogy megengedő, de nem nem ezt fog használni, tehát még néha azt érzem, hogy nem arról van szó egyébként, hogy adott újságírókat megvesznek, hanem egyszerűen a maga a rekrutációs folyamat olyan, hogy azokon a platformokon, azok az újságírók olyan a szocializáción, életbeli szocializáción és szakmai szocializáción is mennek keresztül, ami lényegében determinálja azt, hogy, hogy ő, ők úgy gondolkodnak, amivel nekem semmi problémám nincsen, csak az, hogy amikor egyféleképpen gondolkodók akarják meghatározni a mainstream képet, az nekem sokkal kevésbé szól arról, hogy tájékoztatás, sokkal inkább ez egy, ez egy illúzionisták definíció. Tehát nem a, nem a valósággal állunk szembe, hanem amit meg akarnak nekünk mutatni. Lehet, hogy annak vannak valóság elemei, de, de lehet, hogy nincsenek. Illúzióba ringatnak minket, vagy próbálnak megringatni. Én azt gondolom, hogy ezt abszolút professzionális módon csinálják, tehát most hadd vissza az én terminológiámhoz, tehát amikor az egyetemeken már folyik egy kiválasztó szűrő-kutató munka, hogy kik azok az egyetemen, akik érzékenyebbek egy bizonyos témákra, rosszabb anyagi helyzetben vannak, könnyebben befolyásoltóak, egy társadalmi kisebbséghez tartoznak és ezeket fölkarolják utána kikerülnek külföldre, tanulmányutakra viszik őket, képzik, szocializálják, és utána beállítják ebbe a rendszerbe. És úgy van, ahogy mondod egyébként, hogy a döntő részüknek fogalma sincs róla, hogy őket kihasználják, felhasználják, és célzottan ilyen csereszabotosak ráadásul, mert hol vannak már azok a nagy újságíró nevek, akik, hogy mondjam, évtizedekre meghatározták épp azért, mert egy adott szakterületnek ők voltak a szakértői, nem, most már ezeket a fiatal embereket azt látjuk, hogy ilyen üstökösként megindulnak, majd utána a döntő részük elvész a szürkeségben, és jön helyette egy másik, és megint másik, tehát ebből a szempontból látszik az, hogy egy folyamatos utánpótlás van, folyamatos keresése van az ilyen embereknek, és hogyha valaki már túlzottan kiég, vagy túlzottan kellemetlenné válik, akkor azt hátrébb és raknak helyébe egy másikat. De, igen, tehát most egymást erősítjük, de a szerintem a döntő az az, hogy jó, rendben, egyik fél is ezt csinálja, másik fél is, csak az egyik fél ne indikálja magának azt a jogot, hogy ő a zsűri és eldöntse azt, hogy amit ő csinál, az a helyes, az a független, az a lehetséges, és amit a másik csinál, az ördögtől való szalonképtelen, és akkor még a nagyon finom jelzőket. És hez. ráadásul még elő is adjuk azt, hogy hogy tulajdonképpen mi itt a magyar emberek érdekében szólalunk meg és nem tesszük nyilvánvalóvá azt, hogy minket külföldről finanszíroznak, külföldről mondják meg, hogy milyen témákat karoljunk föl, külföldről kapjuk a paneleket, amelyeket nekünk be kell építeni és utána úgy van, ahogy mondod, hogy egy gyerkölcsi képzelt elkölcsi parnasszusról mondjuk azt, hogy hát akkor tulajdonképpen mit mondjuk meg a tutit és mi mondjuk meg nektek, hogy mire van szükséged. Hát te. ugye, a képzelt elkölcsi parnasszus az vicces tud lenni. Igen, ez ugye <laughs> Csurka Istvánt mondott relatensen, ugye ő mondta azt a SZDSZ-el kapcsolatban, hogy az SZDSZ az a legnagyobb baj, hogy ő akar ülni a zsűriben. Tehát sok minden bűne mellett azért ez a legfontosabb számára, hogy a zsűriben üljön és eldöntse, hogy mi a jó és mi a nem jó, mi a helyes és mi a helytelen. Ugye tényleg erről van szó. És hát lényegében véve ezt csinálják. Tehát tulajdonképpen valóban az a, az a probléma, hogy a, mondjuk így a mi oldalunk, a nemzeti konzervatív szuverenista oldal értékel esetleg újságírói tevékenységet, megítéljük ezt a tevékenységet, és meg, elmondjuk a kritikát erről a Erről a fősodrat újságírásról, ami nem az, de nem teszünk hozzá olyan jelzőket, és nem csinálunk olyanokat, amit a mainstream média megtesz azokkal, akiket kipécézett. Ezek lehetnek közéleti emberek, politikusok, más újságírók, akik szerepelnek valahogy a nyilvánosságban. Mit csinálnak ezek a médiumok és újságírók a cikkeken keresztül, vagy a a műsorokon keresztül, lejáratják, megvető módon beszélnek ezekről az emberekről, akik nem értek vele egyet, lényegében elhallgatják őket, mintha nem léteznének, nevetségesé teszik, tehát tulajdonképpen szellemi rendőrséget játszanak, tehát igazából, igazából ezeket szellemi értelemben kikészítik ezeket az embereket a maguk módján, tehát lehetetlenítik, mint hogyha komolytalanok, sorolhatnám még ezeket a dolgokat, mert tulajdonképpen ugye a régi diktatúrákkal szemben, tehát nem fizikai erőszaka, nem börtönzik be, börtönzik be őket, bár azért most már erre is vannak bizonyos törekvések, de azért általában ez a, ez a, ez a megsemmisítő, szellemileg megsemmisítő folyamat, ez, ez tényleg a borzasztó, hogy ezt ez az oldal ezt csinálja, és ezzel óriási károkat okoz, és ez az, amivel szembe kell menni minden elővel. Marci, az előbb néhány szóban említette az oknyomozó portálokat. Lehet, hogy közelebb jutunk a dolog lényegéhez, hogyha megnézzük kicsit ezeket az oknyomozó portálokat, hogy pontosan honnan lehetnek az információik, milyen utat járhatnak be, amik ez a magyar nyilvánosságba bekerül, és az emberek tudatát elkezdi formálni. Ja, három oknyomozó portált néztem meg, az átlátszó Direct36 és K-Monitor, mindegyik mögött ott van a Open Society Foundation, pénze, aztán svédországi, norvégiai alapítványok, pénze Rockefeller Foundation és a Német Zöldek pártalapítványa is szintén, valamint a Holland Királyság külügyminisztériuma egyenesen, tehát itt a probléma az, és többször utaltatok, rá, hogy ezekben a szervezetekben, de ilyen egyébként a Telex, ami konkrétan a holland államtól kapja a pénzt, vagy a Szabad Európa, amit a, a amerikai kongresszus finanszíroz, hogy a jobb fölső sarokban nincs egy plusz logó kírva, hogy külföldi állam által finanszírozott csatorna. Semmi probléma Magyarországon, hál' Istennek sajtószabadság van, úgyhogy megjelenhet minden vélemény. Azonban a tájékoztatás nem tisztességes. Tehát amennyiben valami mögött nem csak ezek a, a már helyből azért elég gyanús alapítványi támogatások vannak, amelyeknek a polipkarjai mindig valahogy Soros György környékére mennek vissza. De ezekben konkrétan állami pénz van, amennyiben pedig állami pénz van, akkor egy idegen államnak a a közpénzét használja fel, tehát akkor ezt tessék logózni, tessék megjegyezni, és akkor működhetnek így, ugyanilyen ez az internews, megnéztem a LinkedIn-en ezt a bizonyos munkaerő toborzást, és az egyik mondatban az, volt, hogy a független média. Másik mondatban pedig az, hogy az amerikai kormány által finanszírozott projekt. Tehát akkor most ez egy állami pénzből, egy másik állam által fineze, fizetett sajtótevékenység, vagy pedig független, objektív média. Azt gondolom, hogy a kettő együtt nem megy, és hogy ezeknek a szervezeteknek aztán milyen egyébként egészen a a magyar szolgálatok iránti bizalom aláásásába milyen szerepük van, talán emlékszünk mindannyian a Pegasus ügyre, Operation Pegasus, ami, ami arról szólt, hogy egy izraeli kémszoftvert vásárolt Magyarország is, több más tucatnyi, több más országgal együtt, és ezen keresztül lett nagyon erőteljesen megtámadva a magyar állam, és a magyar szakszolgálatok is tulajdonképpen, hát ha nem is dekonspirálódtak, de hát az egyik általuk használt technológia, kiderült, hogy mi az a technológia, azért ilyen tevékenységet, amit a mondjuk a sorosféle Direct36, által megírt sztori jelent, ilyet más állami szakszolgálatok szoktak ilyen dekonspirációs munkálatot végrehajtani, itt pedig kiszervezett módon a sajtó tette a sajtó szabadság szent jelszavalad. Én azt gondolom, hogy a sajtó szabadságba egy másik ország, vagy egy, egy szuverén ország szakszolgálatainak leleplezése nem tartozik bele. Most hát azért a Pegazus ügyről ne felejtsük azt el, hogy a legenda úgy szólt, hogy több ország oknyomozó újságírói hmm. csupa szívjóságból összeálltak, találtak önkéntes hekkereket, és ezek több országban föltörték az adatbázisokat és a Pegazus tulajdonosának adatbázisait is, több ezer telefonszámhoz hozzáfértek, és ebből meg tudták állapítani, hogy milyen szörnyű törvénytelenséget követtek el adott országban. Na most erre mondom ezt, hogy ezt senki ne higgye el. Tehát kinek van ilyen, ilyen o... apparátus, ilyen ahogy o... erre képes? A speciális, speci... professzionális titkosszolgáltoknak. Ez egy legenda, tehát az, hogy ezek oknyomozó újságíróként ezt meg tudják szerezni, ez nem igaz. A legendát értelmezni, egy kicsit ez egy szakszónálatok, ugye? Igen, tehát... <laughs> igen, a szakmai ártalom. Tehát egy legendáról azt szoktuk mondani, hogy akkor jó egy legenda, hogy legalább 80%-ban igaz, és 20%-ban tolják el a logard lécet, és dugják el benne azt a üzenetet, ami be van csomagolva ebbe a rózsaszín staniolba. Tehát ebben a legenda ugye az, hogy az oknyomozó újságírók ügyesek és a demokrácia védelmében milyen harcosan kiállnak és egy fillér támogatás nélkül ők olyan dolgokra képesek, ami ha igaz lenne, akkor a professzionális titkosszolgálatokat már rég fel kellett volna oszlatni és néhány oknyomozóra kellett volna rábízni ezt az egész munkát. De, de, de mit jelent mindez? Tehát ha megnézzük, akkor szerintem ez semmi más nem jelent, mint hogy korszakváltás van ezen a területen. A régebben, most szándékosan nem definiálom, mert több évtizedet lehetünk föl régebben, az Egyesült Államok alapvetően a harmadik világban avatkozott be Közép-Amerikától, Latin-Amerikán át különböző választásokban, rezsimek fenntartásában, megdöntésében. A, az úgynevezett északi világba, vagy nyugati világba, vagy ebbe beleértve természetesen Közép- és Kelet-Európát is, az Egyesült Államok egy szoftabb beavatkozást használt mindig, amiről idáig beszéltünk azért. És most egy, egy, egy új platform nyílik, ami valahol a kettő között helyezkedik el, ami már egy sokkal direktebb és sokkal azért fajsúlyosabb beavatkozást vetít elénk, azokkal a szoft eszközöknek a segítségével, amit eddig is használt ezen a területen. Tehát az ember azért azt érzi, hogy, hogy itt a, valamiért növekszik a tét, és egyszerűen új platformokat hoznak létre. Hát különösen itt a magyar választások el, megelőző időszakában láthatjuk, hogy ez tényleg egyre, egyre durvábbá válik a történet. Tekintet ezt tele. kiteríthetjük, mert hogyha az elmúlt egy évtizedet, vagy akár másfél évtizedet megnézzük, legalább tíz olyan kormánybuktatást lehet felsorolni a térségből, ami annak a háttere mondjuk az, hogy kétséges. Sorolhatnánk ezeket, így van. Így van. A, a marcék részletesen leírt, leírták ezeket több, több körben is. Csak most most kifejezetten ami minket érint és érdekel a magyar ö, választásokból való beavatkozásnak a formái tényleg, túl, túl egy kicsit a média beavatkozásokon, hát az ugye az Action for Democracy-nak a, a, a létrehozása, amely lényegében véve egy pénzosztó hely, amelyik nagyon durván és egyértelműen a baloldali pártok irányában hatalmas pénzeket osztott szét, tudjuk, hogy a technikákat, hogyan próbálják itt megvalósítani a, a már, már hogy ez mozgalomnak megy, stb. Jó, ebben nem menjünk bele, csak az, az a, az, a, döbbenetes, hogy, hogy lényegében véve itt az Action for Democracy mellett van itt még egy szervezetem, amit érdemes nagyon felhozni, ez még a Globsec, amelyik egy pozsonyi szervezet, egy elemző intézet tulajdonképpen, egy agytrözt, amelyik lényegében véve elemzésekkel próbálta szintén megtámogatni az ellenzéki kampányt, és itt olyan személyi hálózatra bukkanunk a Action for Democracy, illetve a Globsec vonatkozásában, amire azt hiszem nagyon érdemes odafigyelni, és ez bár nagyon keményen titkosszolgálti dolog. Miért hoztam ezt fel? Azért, mert nagyon aktuális az ügy, mert Kocsis Máté, talán egy nappal vagy két-három nappal ezelőtt kijelentette, hogy ugye a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságában olyan információkat tudott ő meg a legutóbbi ülésen, az első jelentés alapján, Józsi, ezt majd jobban fogod, tud, mondod el, amelyek megdöbbentőek. Tehát, hogy sokkal durvább beavatkozási kísérletek ezek, mint amiről most itt eddig beszéltünk, mert ezek sajtó voltunk, de most valóban már ott tartunk, hogy, hogy ezen túllépve egy nagyon kemény és erőteljes nemzetbiztonsági kérdés. Akkor hadd menjünk át ezzel a következő témánkra, mert ott lesz alkalom ezt kiveszélni. Ugye, ha egy demokráciában választással, a diktatúrában forradalommal, akkor egy hibrid rezsimben, hibrid forradalommal lehet megdönteni a hatalmat. Erről beszélt az egyik független országgyűlési képviselő. Nagyjából egy két héttel ezelőtti tüntetésen. Szóval, hogy van ez a hibrid? Ugye sokszor beszéltünk ezekről a hibrid dolgokról itt a, a kommentárklubban. Hogy van a hibrid rezsim, meg a hibrid forradalom? Hát, ha már hibrid, akkor Józsi könyve a hibrid háborúról szól, az azért kimerítően ezt az egész vízgyűjtő területét ennek bejárja, amiről beszélünk, maga a hibrid rezsim, vagy választási autorikter rendszer, sok más szó létezik erre, abba azt a szürke zónát próbálták az úgynevezett nyugati tranzitológusok leírni, ami a demokrácia és a diktatúra között van. Ezek azért nagyon jók, mert bár a tudomány az egy exakt dolog, itt pont az a lényeg, hogy lehetőleg ne legyen kontúrja annak, amit mondunk, és akkor a zimbabwei rezsimtől Belaruson keresztül hirtelen Magyarország is hibrid rezsim lehet, ami azért nem kellően okadatolt nyilván. Itt, itt azért egy szóvarázslásról is van szó, és arról, hogy az ellenzéki a magyarországi baloldali politikusok keresik a helyüket, szeretnének nagyot mondani, leginkább a nyugat-európai szókészletre felkapaszkodva igyekeznek kitűnni, és hát hatházi Ákos jeles vandál, ugye itt a MTVA épületébe, mint pókember, szaladt fel a farra négy évvel ezelőtt, aztán most egy újabb választási vereség után, most a MTVA épület előtt volt egy gyújtogatásig menő tüntetés, és ott hangzott el ez a bizonyos szó. Lehetne ezt nem komolyan venni, én is most olyan szavakat használtam, Ugye, élőlánc kísérlet volt, aztán utána fákjákat dobálgattak, de teljesen elhalt ez a tüntetés. Mégis érdekes, és mégse jó belőle viccet csinálni, hiszen itt a forradalommal, noha lehet, hogy az éppen hibrid, de mégiscsak egy demokratikusan megválasztott rendszer megdöntési kísérletéről van szó, amit hát nem véletlenül a, az állami tájékoztatás szíve közepe, itt tehát a MTVA felé irányítanak. Az egy dolog, hogy ennek nem volt nagy vízhangja, meg aztán nem is jöttek el ide tömegek, de nagyon érdekes, és azt hiszem, szintén szakszolgálati kérdés, hogy ezeken a tüntetéseken mindig a momentum és a párbeszéd Frakció tagjai vannak jelen, amik nagyon hasonlítanak ebből a szempontból szintén egy frontorganizációra, mint sem parlamenti pártra. Úgyhogy itt nem csak azért az avarkeltés, meg az ellenzéki pártok közötti ismertségi versenyről, van szó, hanem valamiféle forradalom exportról is. Igen, de ugye a gondolat mögött ott is, vagy nem tudom, hogy gondolat, -e, de hogy mögötte minden esetre ott van az, hogy, 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 demokratikus úton nem leváltható a kormány, tehát hogy a Fidesz a demokratikus úton nem szűhet meg. Ti hogy látjátok ezt a kérdést ma Magyarországon? Az egésznek olyan érzete van, mint mikor a gyerekeimet viszem óvodába és hallom a többi gyerektől, hogy ha valami nem sikerül nekik, akkor nem átgondolják, hogy lehet, hogy még nem tartanak ott a fejlődésben képességprobléma, vagy bármi, hanem hogy ez igazságtalan, és felborítják a rendszert, amiben addig az a játék folyt. Tehát a, ez az egész, én nem tudtam volna erről ennyit beszélni, mint te, Marci, mert Bocsánat. szintén ez az egész. De pedig eh, most te beszélsz róla. Az egésznek az alapja az a képesség probléma. képességesség problémája van az ellenzéknek. Egyébként az elő, előző témánk is azért tud ennyire előtérbe kerülni, mert ez a képességesség hiány, ez előtérbe tolja azokat, akiknek teljesen mindegy, hogy használják, de vannak képességeik. Én azt gondolom, egyetértve azzal, amit mondasz, hogy itt a képességekkel is problémák vannak. Ne felejtsük azt sem el, hogy a legutóbbi tanártüntetéseknél megjelentek már ugye azok a sorosféle NGO-s sárga mellények, a is az első sorokban vezénylik a díszszemlét, pontosan azért, mert nincsenek meg azok a képességek, hogy hogy kell egy ilyet összerakni, hogy kell az embereket manipulálni, hogy kell őket fölhergelni, és hogy kell olyan médiaheket csinálni, egy látványosságá alakul át az ő értelmezésükben. És azért egy gondolattal visszatérnék itt, amit mondtok, hogy a, e, itt a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának a anyagát most majd kíváncsian várja mindenki. Én azt gondolom, hogy... És nyilvánosságra akarja hozni. Igen, igen. Ő, igen és ez a lényeg. mielőtt jöttem, hallottam, hogy Márk Péter is szeretné ezt a nyilvánosságra hoznák. Na, Tehát kíváncsi, én most már egyre kíváncsibban várjuk. Én azt gondolom, hogy itt ugye a, a pénzeknél volt a hangsúly a médiában, az egy fontos dolog, ugye, egy külföldről jönnek a pénzek. De azért volt ennek egy másik vonulata is, ami szerintem legalább ilyen veszélyes volt, az pedig az, ami szintén kiderült, hogy 2018-ban egy szintén soros NGO, majdnem, hogy mint egy, megint az én fogom, beszervezési nyilatkozatot íratott alá bizonyos politikusokkal. Tehát, hogy mielőtt parlamenti képviselő leszel, akkor parlamentbe képviselni fogod azokat az értéket, amit én vallok, ezeket a törvényeket fogod erősíteni, ám ha nem úgy teszel, akkor vállalod azt, hogy én be is felelhetlek, sőt visszaveszem tőled a mandátumodat, és nem a magyar választók. Két választó. régi módi fogalommal, reverzális és visszahívhatóság. Így van, pontosan így van, tehát azért gondoljunk abba bele, hogy nem a magyar választók hívják vissza, nem az ő delegáló politikai párt nem soha meg nem hívja választott. vissza, hanem Elvedetek. egy külföldi szervezetnek tesz hűségnyilatkozatot valaki. És játsszunk el a gondolatot, hogy 18-ban az ellenzék alakít kormány, és mondjuk ilyen hűségnyilatkozatot aláírók miniszteri esküd tesznek, és felesküdnek a magyar alkotmányra. M -még két ilyen. És megy tovább a történet egyébként, megy tovább, hiszen ha belegondolunk, akkor tényleg visszatérve az Action for Democracy-ra, illetve a Márki zajnak a finanszírozására, meg a globszekre is, Gondolj bele, hogy lényegében véve már a háború kapcsán egy az egybe azokat a dolgokat mondta már, amit Wesley Clark a szájába adott. Mondta is már hogy én nem értek a, a, háborúhoz, meg ez a katonai dolgokhoz, tehát nekem Wesley Clark, mert ugye Wesley Clark az Action for Democracy nevű szervezet kuratóriumnak az egyik tagja. Hát ott hihetetlen magyar ellenes személyiségek gyűltek össze, Kati Bartontól kezdve, Timothy Garton estől most mondhatnám a neveket, Francis Fukuyama, a történelem vége hírhettézisének meg, és még mondhatnám a neveket, egy döbbenetes kuratóriuma van ennek a társaságnak, és ugye Korányi Dávid vezeti ezt, az Action for democracy és gyakorlatilag a 18-as eseményeken már itt látjuk, hogy azokat a szavakat mondta el, egyébként természetesen saját magukat lepusztítva, mert ezzel veszítette el minden reményét a baloldal végleg arra, hogy legalább a kétharmadot megakadályozza, csak zárójelbe zárva, de valóban a direkt befolyás az Action for Democracy személyeitől ez már tökéletesen látszik, és azért a probléma azért nagyon nagy, és azért lenne jó, hogyha tényleg nem a Warren Bizottság 75, ugye 75 évre titkosították, tehát hogyha ezt Kocsis Báté elérné, mert tényleg szerintem és amit te is mondasz, Marci, Józsi, amit te mondasz, egy ezek most valami nagyon durva dologról állunk szemben. Megmondom még, még, hogy miért. Itt van ez a Globszek, amiről itt próbálok beszélni. Két név összeköti ezt a két szervezetet, Action for Democracy a Globszeket. Az, hogy Bajnai Gordon az egyik, a másik Korányi Dávid. De például olyan ember is benne Csak van. Jelzem, hogy Bajnai Gordon miniszterelnök volt Magyarországon, ugye? Igen. <laughs> Jó. Tehát biztos kitűrő hazafi. Hát most egy kicsit cinikus voltam. És csak felírtam magamnak, hogy ezt a Globszeket kik támogatják. Természetesen soros alapítvány az amerikai kormány külügyminisztériuma, a CEU, az Európai Bizottság, szeretnélek tájékoztatni benneteket, a Deutsche Bank, az Euronews, a Politico című híres hírhet újság, nyílt alapítványok, Visegrád Fund és egyéb globális cégek, tehát Big Tech cégek, egészen a microsoft egyébként elmenve azért itt már én is ér, valahogy itt, se, itt, érzékelem, hogy Kocsis Máté miért döbbent meg. Tudik azért ez micsoda? Tehát mi, mi, van itt? Mi zajlik itt? Milyen erők fognak össze? Bocsánat, hogy ilyen költője is. Igazán én azt gondolom, hogy lenne ez érdekes, hogyha ez a jó értelembe vett oknyomozás egészen a rendszerváltozás hajnaláig elindulna most, és visszafejtenénk ezeket a fonalakat. Így van. De lássuk a jót. Tehát gondoljatok bele, hogy ha napvilágra kerülnek ezek, akkor teljesen joggal mondják azt majd, hogy Magyarországon van demokratikus deficit. Mert ezek a, ezek a történések egyértelműen demokratikus deficitre utalnak, hiszen nem a választópolgárok rendelkeznek mondjuk egy adott képviselő képviselőmandátuma fölött idézőjelbe, hanem mindenféle civil szervezetek, ahol Biancóba aláírtak Hát Nagyon régóta van defog, demokratikus deficit Magyarországon, mert olyan ellenzékünk van amelyik nem a nemzet érdekeit képviseli, és egyszerűen nem konstruktív ellenzék. Az, az, önmagában a demokrácia egyik legnagyobb problémája, hogyha az ellenzék nem demokratikus, és szerintem ezzel nézünk szembe Magyarországon. Ezért ez, erről lenne mit beszélni az Európai Bizottságnak egyébként, hogy az ellenzékkel Miféle összefüggéseket lehet felfedezni? kicsit visszatérve az első témánkhoz, biztos emlékeztek rá, hogy a rendszerválasztottatáskor az egész vidéki sajtó, a vidéki magyar sajtó tulajdonképpen német kézbe került, talán egy angol cég volt, amelyik, amelyik egy vagy két lapot meg tudott szerezni, a többi német kézbe került. De azért most már magyar kézben van hál' Istennek az egész, szóval lehetséges-e valami olyan megoldása ennek a mostani helyzetnek, hogy előbb-utóbb mégiscsak az ilyenféle finanszírozók helyett magyarok álljanak ezek mögött, a cégek mögött. Ezért a világ, amit mondtál is, hogy az elmúlt 32-33 évben azért abból a szempontból bonyolultabb hely lett Magyarország az euróatlanti transatlanti integráció kereteinek része, és az euróatlanti integrációba én azt gondolom nem fújnak jó szelek. Tehát nem a kontinentális keresztény vagy nemzeti hagyományok ápolása zajlik, hanem az Egyesült Államok felé és az ottani mély állami struktúrák felé döntődött el a, a kérdés, ez a bizonyos Brüsszel-Washington szövetség vagy tengely részéről. Annyi öröm van én azt gondolom, hogy az Egyesült Államokban a 30-as évek óta létezik egy törvény, ami a, a külföldi ügynök szervezetek nyilvántartására, sző, sőt önmaguk számára is, ezeknek a szervezetek számára is előírja, hogy jelezzék önmagukon, hogy ők külföldi pénzből működnek. Én azt gondolom, hogy egy ilyen magyar törvény összhangba lenne adott esetben az óceánon túli rendelkezésekkel is az Európai Unió fő törekvése az átláthatóság, hát akkor tegyük átláthatóvá, hogy a Partizán csatorna milyen pénzből van, a Telex milyen pénzből van, a Dajcsevellét kifinanszírozza, és az oknyomozók, milyen parancsra engedelmeskednek, mert hát azért mégiscsak, aki fizet, az húzat, tehát amilyen pénzből működnek, nyilván olyan érdekeket látnak el, és ez a demokrácia, a transzparencia átláthatóság alap kérdése, hogy ezt tudják a hírfogyasztók. Hát erre voltak kísérletek azért az elmúlt tizen évben. Hát volt, hát és, és ősz, nem... Olyan nem ösz... igen. Így Na, zúdult abban a pillanatban. Hát az Európai Bizottság. Hát többek között nem mindenki. Köteles szegési igen. eljárások indulnak ilyenkor állandóan. Igen. igen, szóval ennek az átvihetősége, ugye ilyen körülmények között, mert tulajdonképpen azokon múlik az átvihetősége akik kellenek rókerek ennek felfelé. a folyamatnak. Éppen, éppen felolvastam én, az egyik Globszeg támogató szervezeteként az Európai Bizottságot, úgyhogy azért elég komoly állazattal találunk szemben. Jó, de hát én... biztos van rá egy jó gondolat, én... hogy, hogy lehet még is megoldani. Tegyük nyilvánosságra éz... a gondolatot. Igen, hát azért óvakodnék. Tehát én azt gondolom, hogy valóban így van, hogy ebbe a globalizálódott világban, Magyarország beágyazódott már, nehéz ezeket a dolgokkal szemben, hiszen látjuk azt, amivel indult ez a mai beszélgetés is, hogy most nyugatról hogy próbálnak egy újabb médiacsoportot csoportot gründolni és összerakni, tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a magyar törvényhozásnak előbb-utóbb el kell jutnia oda, hogy a 21. század új kihívásaihoz illeszkedően, akár a mostani guruló dollároknál, amit reméljük, hogy majd mi is olvashatunk, hogy mit derítettek föl a mi ennek kapcsán, hogy milyen törvénymódosításokra lesz szükség, tehát az, hogy most valaki honnan kap pénzt, és akkor azt föl kell fednie, és ne legyen olyan kis mint bemondhatja Márki Zaj, hogy hát az Action for Democracy, a magyar kultúra megváltoztatására adta ezt a pénzt, hát könyörgöm, hogy akarja megváltoztatni a kultúránkat? Meg miért? És miért? Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból Magyarországnak még van szerencsére egy működő parlamentje, megvannak azok a jogi alapok, amire építve olyan törvényeket lehet hozni, ami az unióval és a kompatibilis, de mégis képes arra, hogy megvédjen bennünket. Modellértékűen fontos ez, amit mondasz, csak egy mondat tényleg, hogy ezek, amikről is beszéltünk, ezek a Magyarország szuverenitását támadják, ezek hálózatok. Ezek hálózatok a háttérben formálódnak. Valamikor kicsit nyíltabbak, de azért nagyon sok minden hálózatosan működik. De a nemzetállamoknak még mindig megvan az a lehetősége, hogy nyíltan törvényekkel ezekkel szembe föllépjen, és amíg föl tud lépni, addig van meg a szuverenitása. És akkor itt a végszó. Köszönöm, hogy beszélgettünk ma. Kedves nézőink, ez volt már a Kommentárklub. Mai adásunk újra nézhető a www.media.hu oldalon és a Youtube-on is. Köszönöm figyelmüket, Isten áldja önöket!